Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és ugye tudjátok, hogy a tegnapi napon, hát igazából nekem ma, de egyébként tegnap, megtörtént a Vulkán Event, amiről ugye már beszélgettünk elég sokat, hogy lehet, hogy majd ez fog történni, lehet azt fog történni, mondták, hogy 10 perces event lesz, azt is mondták, hogy 2 perces event lesz, szóval rengeteg minden történt, és rengeteg minden információ volt, ami ugye megelőzte ezt a Vulkán Eventet, és hát eljutottunk odáig, hogy ma este, illetve nektek tegnap elindult a Vulkán Event, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Én megmondom őszintén, azért is nézem most ezt így meg, mert sajnos lemaradtam a Vulkán Eventnek egy nagy részéről, ugyanis hát élőadásban mindenki szépen összegyűlt, el voltunk, sokan voltunk, tök jó volt, és egyszer csak nem indult el az event. Úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy nektek esetleg elindult, vagy nem indult el esetleg az aktuális event, és hol néztétek meg, mit csináltatok, stb. Stb. És hát úgy gondoltam, hogy akkor most elejétől a végéig cakumpak, megnézem, reagálok rá egyet, és hát föltöltöm az internetre, mert hogy jó lenne, hogyha meg lenne legalább, ha már élőadásban nem tudtam ezt megtenni. Úgyhogy skacok, nem is nagyon húznám tovább az időt, nézzük akkor az eventet a leges legelejétől. Na ugye pont itt jártunk, ugyanígy be voltunk építve, tök király volt, meg volt minden, vártuk, ott bementünk már direkt a lobbyba egyébként 20 perccel előre. Tehát, hogy véletlenül se az legyen, hogy esetleg nem fog elindulni, vagy bugos lesz, vagy mit tudom én, hát csak sikerült úgy csinálni, hogy ne induljon el. Úgyhogy GG, sajnos GG. Na mindegy, gyorsan beletekerek egy picit, hogy elindul 4 másodperc. Na nézzük az eléről, totál lemaradtam egyébként. Amit megnéztünk, az meg hát eléggé szar minőségű volt. Ez volt a legjobb, amit találtam egyébként. Mert ezt például nem is láttam. Ugye ide jöttek be a rúnák. Ha jól emlékszem, akkor 6 rúna volt. Ó, az igen. Na erről lemaradtam totál. Ez mi? Wow. Ez nekem totál kiesett egyébként, tehát itt még szenvedtünk azzal, hogy akkor indul az event, majd nem. Közben kiderült, hogy egy csomóan benne vannak az eventbe. Ja, itt kell szavazni, itt lehetett szavazni ugye arra, hogy melyik fegyvert hozzák vissza. Írjátok már a kommentbe, hogy ti melyikre szavaztatok. Egyébként én, ha szavazhattam volna, hú, mennyien szavaztak a izére? Figyeld a repülőre, hú, de sokan. Ádrámgen, ez egyértelmű. Egyébként én is arra szavaztam volna, megmondom őszintén. A kard, hú, a kardra senki, egy ember szavazott a kardra. Egy ember ütögeti azt a fránya izét is. Repülőt. A löncspad érdekes, vagy a nem löncspad volt, hanem ugye a... Mi volt annak a neve? Gyorsan akartam mondani. Ami ugye eldob. Bouncer. Azt hittem ott azért többen lesznek. Ilyen sok idő volt, míg izé szavaznak az emberek. És tudom, hogy beugrálnak oda abba, vagy mi történik? Ja, szét kell verni, persze, hát hogy melyiket verik szét előbb, gondolom az emberek. Aha. Egyébként jó az a skin, ezt én is megvettem. Grapplernél nulla ember, az kemény. Hát, ja nem, fölfele megy a csík. Aha, addig kell ütni, amíg föl nem megy. És meg lehet nézni ugye a többinél akkor ezek szerint, mert gondolom az online és együtt kell csinálni az egész eventbe, hogy azért a repülőre is azért szavazgattak, meg azért néznek körbe-körbe az emberek, mert ugye egyszerre lehetett ezt ütögetni, és ugyanúgy ment föl a csík. Á, de magasan a kard az nagyon kevés, a repülő is nagyon kevés. Az mi volt az a grizzgen, ami ott volt? Hogy üti a kardot az egy ember alatt? Jó, hát ez egyértelmű. Ez hatalmas egyértelmű. Kész. Ennyi volt. Meg is szavazták.
Drum gun. Hatalmas ötlet volt szerintem ez a szavazás. Na erre vagyok én kíváncsi, végre egy normális felvétel. Mondtam én, hogy mindenki lebegni fog, amikor kitör a vulkán. Retail, szevasz. Tilted? Nem, ja, ugye ez ment a polárnak az oldalára. Ugye egy ment retailbe, a polárnak az oldalára, és ha minden jól megy, akkor most fog menni tiltedbe. És emléksz, így szurkoltuk az élőadásban, hogy hova megy ez a fránya. És kettő megy, elgondolom azt tiltedbe, tiltedbe kettő kell. 3, 4, 5. Jó. Jó van már. Hát ez hány, jó, hallod, legalább 7 volt. Az mekkora király volt. Hát igen, és akkor innen indul, ugye. Az a baj ezzel, és azért vagyok egy kicsit csalódott egyébként, mert mindenhol azt hype-olták, hogy ez az event, ez 10 perces lesz. Nem tudom, hogy honnan szedték egyébként, de minden egyes hírportál, ami foglalkozott egyébként az eventtel, az azt mondta, hogy 10 perces. 10 perces fullos event lesz. És mindenki rá volt izgulva, hogy oké, 10 perces event, nagyon jó, tök király. What? Hol a 10 perc? Tehát ez akárhogy is nézzük, azért ez... Hát nem tudom, most megnézem az OBS-ben hány percnél vagyunk, nem tudom megnézni. De... Nem hiszem, hogy 5 percnél több. Vagy 6, mindennel együtt. Ugye a szavazással, bár mondjuk lehet a szavazással együtt volt 10 perc, mindenben megnézem a videó végén. De attól függetlenül nem volt rossz. És ugye ez rengeteg előzményt fog majd magával hozni, hiszen ez azért volt nagyon-nagyon jó ötlet, bocsánat, mert ugye a térkép az akkor jó, hogyha folyamatosan változik. És Tilted és Retail egy olyan hely volt, ami gyakorlatilag a Fortnite-nek a bejövetelétől kezdve ugyanúgy nézett ki. Tehát nem voltak benne változtatások. Jó, Tiltedben voltak ilyen nagyon-nagyon pici, hogy mit tudom, hogy felhúztak egy házat, vagy lerombolódott egy házat, azt visszaépítették, stb. De nem voltak különösebben nagy változtatások. És hogyha megnézitek az új helyeket, Lazy Lagoon, meg fölötte az a kis tavaska rész, barom jól meg van csinálva, iszonyatosan ki van dolgozva. És arra leszek majd kíváncsi, hogy ezzel a technikával mit fognak majd csinálni ezekből a városokból, mert ugye nyilvánvalóan azért rombolták le, hogy újraépítsék és egy kicsit módosítsák a mapot. Ezért Tilted Towers és Retail is újra lesz teljes mértékben építve, és gyakorlatilag most kaptunk 2 üres helyet, ahol a fejlesztők azt csinálnak, amit akarnak. Úgyhogy valószínűleg Season 9 az arról fog szólni, hogy hogy fog visszaépülni ez a 2 város, és hogyan fogja gyakorlatilag hát újra virágoztatni magát. A másik nagyon fontos kérdés ugye az aréna, mert hogy nagyon-nagyon sokan ugrottak az arénába, például Tiltedbe. Tehát az arénának a 3/4, jó nem az a 3/4, de mondjuk 200-210 pontig a fele az tudja, hogy Tiltedbe ugrott, és ott legyakták egymást, szedtek pár pontot, aztán léptek, kimentek tovább. Erről szólt az egész 220 pontig. 220-tól van egy tök jó kis skirmish game, de azelőtt nincsen semmi. És most, hogy nincsen Tilted, én azt gondolom, hogy sokkal szűkösebben leszünk, sokkal több fightok lesznek, ami nem árt egyébként, de én azt gondolom, hogy hiányozni fog ez a 2 város, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy gyorsan újra fogják építeni, és ugyanúgy lehet már lootolgatni. Na, skacok, ennyi lett volna ez a kis videó, remélem, hogy tetszett, és így röviden meg tudtátok nézni ezt a Vulkan eventet. Akinek esetleg tetszett a videó, és még nem tette volna meg, ne felejtsen el feliratkozni a csatornára, hiszen ezzel tudjátok leginkább támogatni a csatornát, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, illetve, hogyha még nem tetted volna meg, akkor dobj egy hatalmas nagy lájkot is, valamint Kukacisú TV néven megtalálsz az Instagramon is, jó? Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk egy következő live-ban vagy egy videóban, ne felejtsétek el, hogy minden nap délután 6 órától live-olok itt a Kukacisú TV YouTube csatornán, úgyhogy találkozunk és várlak benneteket sok-sok szeretettel, sziasztok!